esményeket fogok bemutatni, amit könnyedén otthon is el lehet készíteni. Először is, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően legyen hidratálva a bőr. Az alapozót mindig az A vonalán választjuk ki egyébként, az alapozó színét. Egy kis sárgás tónusú korrektort fogok felhelyezni. A szemhéjre egy külön szemhéj alapozót fogok használni, de hogyha valakinek ez nincsen otthon, akkor lehet a korrektorral is, vagy az alapozóval is megalapozni. Először megformálom az arcot. Barnás árnyalatokat, tehát először csak kontúrozom egy picit. Utána egy picit egy kis szemöldök korrekciót fogok csinálni. Ha a szemhéjat megalapozzuk egy picit egy ceruzával, ilyen szemceruzával, akkor még szebben ki tudjuk alakítani a formánkat, és még tartósabb hatást tudunk vele elérni. Először egy matt, egy kicsit testszínű szemhéjpúdert fogok felhelyezni azokra a területekre, ahol nem szeretnék színeket felhordani. Ezután felhelyezem a legsötétebb árnyalatot. Ezután fel fogok helyezni egy fényesebb árnyalatot, ami egy picit ilyen kis aranyos, bronzos szín, egy nagyon jó illik a zöld szemeihez a modellemnek. Szépen összedolgozom a színeket, tehát a legvilágosabb szín, a legsötétebb színnel, és a belső szemzóra pedig felhelyezem ezt a matt világos árnyalatot. Ezután egy vízálló spirállal megspirálozzuk a szemeket, becsukjuk. Egy picit megkontúrozom az ajkakat. Ezután pedig fel fogok tenni egy folyékony matt rúst. Ha ilyen világos színt használunk, akkor nyugodtan lehet egy javító ceruzával még kiemelni a szíveket, és hogyha esetleg valahol még szeretnénk a formát igazítani,